Közeleg a szerelmesek ünnepe, ez alkalomból pedig a Vörösmarty Rádió is szeretne kedveskedni hallgatóinak. Valentin napon idén is nyereményjátékkal készülnek a műsorvezetők, reggel 6 órától várják a telefonhívásokat, üzeneteket. A Valentin nap az most már szerintem így hagyomány nálunk, hogy minden évben megpróbálunk kedveskedni valahogy a hallgatóknak, illetve arra bíztatni őket, hogy a szerelmes üzeneteiket mondják el az éteren keresztül. Szerintem ez egy nagyon kedves gesztus, de természetesen azt is elfogadjuk, ha valaki ezt inkább csak megírná, és akkor azt majd mi az Olival tolmácsoljuk. Ennek minden évben nagy sikere volt, és úgy láttuk, hogy nagyon sokan szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. A betelefonálók, üzenetküldők között pedig értékes nyeremények találnak majd gazdára. A szerencsések páros mozi jegyekkel, virágcsokorral gazdagodhatnak. A fődíj pedig egy romantikus vacsora és éjszaka az egyik székesfehérvári hotelben. Reggel 6 órától igyekszünk minden kedves szerelmest, vagy olyan embert, aki szerettére szeretne valamilyen úton, módon gondolni, ezen a napon meglepni. Lehet küldeni dalt, vagy lehet küldeni üzenetet, akár ugye a rádióban élőben, vagy a Facebook oldalra leírva, mi pedig sejmesen szállólágy hangunkkal, ezt majd továbbítjuk az éter hullámoszán. A sorsolás február 14-én 11:30-kor lesz élőben a Vörösmarty Rádió Facebook oldalán.